Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Déri Négy Kulturális Központban, beszélgető társam Gulyás Ferencné, a Madarászi Egyesített Óvoda vezető helyettese. Hamarosan kezdődik a 10. óvi gála, itt már nagyon lázasan készülnek mögöttünk az óvisok. Mit kell tudnunk erről a mai jubileumi gáláról? Szeretettel köszöntöm én is Önt és a Karcag Televízió nézőit is. A mai óvi gála ugye a jubileumi 10. alkalommal kerül megszervezésre. Ezen a rendezvényen 10. évben minden óvodánknak egy-egy óvodai csoportja föllép pedagógiai programjukhoz illően egy-egy kis zenés-táncos műsorral. Azért biztos lesznek meglepetések, hiszen Ön sem látott még minden előadást, de azért más meglepetés is szokott lenni, hiszen minden évben elismeréseket is átadnak. Miután ez a riport már adásra megy, addigra már megtörténik az átadás, így kérem mondja el nézőinknek, hogy kik lesznek az idei díjazottak. Ebben az évben a rendezvényt az óvoda szervezi, óvodai intézmény, és lehetőséget adunk a Gyermekünk Mosolya Egészséges Gyermekekért Alapítvány vezetőségének, hogy ezen az alkalmon adják át az alapítványi emlékplakettet, amelyet ebben az évben a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. Vezetője és munkatársai kapnak, Balajti József igazgató úr vezetésével, és a Karcagvárosi Önkormányzat Városgondnoksága, Molnár Pál úr igazgató veheti át az emlékplakettet, az alapítvány díját. A méltatásban biztos el fog hangzani, hogy mi mindennel segítették Önöket ez a két intézmény, hiszen ez a díj annak az elismerése. Ezek az intézmények az alapítvány céljait kiemelten támogatták rendezvények szervezésének, lebonyolításának, és elsősorban itt nem anyagi jellegű támogatásra gondolok, hanem amikor berendezni kellett, sátort biztosítani, szervezési feladatokat szállítani kellett, mind magánemberként, mind pedig a cégek, vállalatok munkatársaival segítségükre voltak ezeknek a feladatoknak a megvalósításában. Akkor szerintem itt ez nagy tapsot fog kiváltani, hiszen ők még nem tudják, hogy miért érkeztek, hiszen minden alkalommal itt szoktak lenni, tehát meglepetés lesz az is számukra, viszont lesz-e valami meglepetés produkció? Hát azt gondolom, hogy minden évben, szinte minden produkció meglepetés, hiszen 10 év óta mi magunk óvonénik is csodálkozunk azon, hogy tudunk minden alkalommal új és új zenét, új és úgy új előadást, koreográfiát megteremteni a gyermekeknek. Hát a mai napon is lesz a reneszánsztól a musical előadásig minden. Akkor azt hiszem, hogy nézőink is megtalálják azokat a zeneszámokat, vagy azokat a kis óvisokat, akik nagymamák, nagypapák itt vannak, és itt a nézőterem, vagy a tévéképernyő előtt nézzük meg a kisunokákat. Én azt kívánom, hogy legyen még 11., 12., 15., 20. hasonló gála, és mindig tudjanak az óvónénik a kis csoportjaikkal nagyon szépre mesét eladni esetleg, vagy pedig musical részletet, vagy verset, vagy mondókát itt a nézők nagy örömére. Nagyon szépen köszönjük. Így igaz, hogy nagyon nagy érdeklődés kíséri a gyermekműsorokat, hiszen teltházas rendezvényünk van 10 év óta, és ahogy itt a hangokból a hátam mögött hallom, a mai délután is így fog ez zajlani, teltházas rendezvényként. Köszönjük szépen! Mi is nagyon szépen köszönjük az érdeklődést!